8 csapat részvételével U14-es fiú kosárlabda tornát rendeztek Nyíregyházán. Két helyszínen, a Vecsik és az Ötvös gyakorló csarnokában 3 nap alatt 12 mérkőzést játszottak a csapatok. A házigazda Nyíregyházi kosárlabda klub hagyományteremtő céllal hívta életre a tornát. A résztvevők között volt 2 határon túli együttes, de Budapestről, Miskolcról, Debrecenből és Szolnokról is érkeztek csapatok. Amióta én kosárlabdával foglalkozok 40 éve Nyíregyházán, azóta én tudok róla, hogy lett volna nemzetközi fiú utánpótlás torna, a lányban már volt, amit Nyíregyházi klub szervezett volna, és a megszervezés nehézségei hát nem volt túl könnyű, hiszen 8 csapatnak megfelelő időpontot találni a tanév közben, nemzetközi mezőnyt összeszervezni, külföldi csapatokat elhívni, nem volt egyszerű feladat, de én úgy érzem, hogy első alkalommal ez kiválóan sikerült. A Szabolcs-Szatmár Vereg megyei utánpótlás referens Ferenci Tamás szerint fontos, hogy a magyar fiatalok más kosárlabda kultúrát képviselő nemzetek csapataival is összemérjék tudásukat. Külön örülök annak, hogy szerb csapat van a tornán, van szlovák csapat is, és a magyar fiatalok megtapasztalhatják, hogy milyen a nemzetközi szín. Nagyon jó alkatú gyerekeket láttam, nagyon ügyes játékosokat láttam, és biztos vagyok benne, hogy ezekből a mérkőzésekből rengeteget fognak profitálni a magyar csapatok. A tornát a Debreceni Sportcentrum csapata nyerte, miután a döntőben 9 ponttal legyőzte a szerbiai KK Sztár Novi Sad együttesét. A 3. helyen az Abovia Košice, a 4. pedig a Szolnoki Sportcentrum végzett. Az 5. budapesti Honvéd és a 6. óbudai Kaszások mögött 7. lett a Nyíregyházi Sportcentrum, a 8. hely pedig a házigazdák csapatának jutott. Hazai csapatként, legfiatalabbként játszottunk, nagy tapasztalatokat szereztünk a tornán. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre legidősebb korosztályként ugyanebben a kategóriában már jobban tudunk szerepelni. A torna egyik hozadéka, hogy a nyíregyháziak több meghívást is kaptak, januárban a kassaiak, jövő nyáron pedig az újvidékiek látogatását adja majd vissza az NKK 5-ös együttese.